A biztonságos és sikeres újraélesztést tanítják az orvosok a Balassa János Kórház olyan dolgozóinak, akik nem az egészségügyi szervezetben dolgoznak, ám adott esetben a segítségük életet menthet. A tapasztalat azt mutatja, hogy az emberek nem mernek ilyen módon segítséget nyújtani embertársuknak. Nagy magyar valóság az, hogy akár egy kórház előtt is meg lehet halni, és nem biztos, hogy a beteg gyorsan ellátásra fog kerülni. Ezért is céloztuk meg azt, hogy első lépésben a kórházban dolgozó, de nem egészségügyi végzettségűeket próbálunk BLS alapszintű újraélesztést tanítani, gyakoroltatni, hogyha ilyen szituációban kerülnek, akár a beteg csak a portáig jut el, akkor az újraélesztés időben megkezdődjön, amíg a szakszemélyzet megérkezik. Havonta 30-nál több dolgozót készítenek fel a fél éves programban a segítségnyújtásra. Nagyon fontos, hogy mindenki esélyhez juthasson, hogy mindenki, aki esetleg rosszul lesz a kórház területén, azok az emberek is tudják, hogy mit kell tenni, akiknek ez nem szakmájuk, de a kapcsolódó ismeretek birtokában lesznek. A szakmai képzésen túl azért is fontos ez a fajta tudás, mert ezt akár a magánéletben is kamatoztatni lehet, mondta Berta László, a biztonsági szolgálat egyik vezetője, aki maga is átesett hasonló képzésen.